Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek titeket ismét a csatornámon. Én Éjes Jennifer vagyok, és ebben a videóban arról fogok nektek beszélni, hogy miket szereztem be ismét. Na hát, van itt mindenféle, és mindenféle bolt. Nem annyira sok a termék, de azért van mit róluk mondani. Az első vásárlásom a Bershkából volt. A Bershkában, nézzük, hogy mit szereztem be, illetve van benne H&M-es cucc is, most látom. Tehát akkor inkább a H&M-esekkel kezdem, mert az van a tetején. Szóval, káosz. Na de, ez egy smink tartó, vagy hát smink organizer, majdnem angolul mondtam, rendszerező, és ez egy ilyen kis kozmetikai táska, azért vásároltam meg, mert nekem volt egy AliExpress-es, amit nagyon szerettem, és tavaly a turnénkon azt vittem magammal, és tényleg nagyon jó volt, viszont annyira bekuszolódott, és annyira elhasználódott az egy év alatt, hogy szerintem azt nem fogom tudni újra használni a turnéinkon, és nagyon-nagyon szerettem volna egy olyan smink tartót, amiben átlátom, hogy mi van a doboz, vagy a csomagomban, mivel gazdálkodhatok, úgyhogy én ennek nagyon megörültem, amikor megláttam a H&M-ben, igaz, nem volt annyira olcsó, hiszen 4995, szóval 5000 forint volt, és ez nem egy olcsó cucc, de nagyon-nagyon praktikusnak tűnik. Tetszik az, hogy arany a cipzára, és akkor itt ilyen kis fekete, és ami még nagyon tetszik, hogy itt mutatom nektek, ez egy patent tulajdonképpen rajta, és össze is lehet rakni, és szét is lehet így szedni, szóval ilyen nagy tud lenni igazából az egész, és így hozzá lehet férni az alsó részhez, ami önmagában is egy tök jó kis, van benne egy ilyen kis nyomó, szóval, hogy így önmagában is szerintem ez tök jó, hogy van ez itt alul ez a kis tartó, és ebbe mondjuk lehet ebbe a szárnyba rúzsokat, ebbe pudereket, vagy ilyen bronzosítókat, vagy akár az egyikben, mondjuk az alsóban lehet ecseteket tárolni. Szóval szerintem nagyon-nagyon hasznos kis dolog, és nagyon jó, hogy tényleg átlátszó. Ez meg fogja könnyíteni a sminkelésemet nyáron. Még arra gondoltam, hogy ha nem férnek be az ecsetek, akkor külön majd egy ilyen ecset tartot, tudjátok, amit így ki kell hajtogatni, és akkor benne vannak egyesében az ecsetek. Egy olyanban fogom tárolni, és akkor ebbe mehetnek mehet minden más. Szóval, és nézzétek, tök jó, így rá lehet patentolni. Úgyhogy szerintem nagyon praktikus, és nagyon szép. Tényleg ez, azt nem tudom, hogy ezt hogyan kell tisztítani, hogyha mondjuk például egy picit rúzsos lesz, ami nyilván elő fog fordulni, hiszen ez egy smink tárolására alkalmatos eszköz, szóval biztos, hogy sminkes lesz, és hogy ezt hogy lehet, de lehet, hogy ilyen körömlaklemosóval, vagy valamilyen alkoholos dologgal lehet ezt tisztítani. Én ennek nagyon örültem, tök stabil a cipzár is rajta, úgyhogy szerintem ez megérte, nekem legalábbis. Össze-vissza haladok, mint mondtam. Ez egy FNF-es ruha. Ez egy ilyen elég hosszú, ilyen rózsaszín, vagy ilyen májvás színű ruha. És igazából még pizsomának is elmegy, nem. De hogy ezt egy ilyen övvel gondoltam, és akkor ilyen kis laza tud lenni, egy fehér sportcipővel, bőrdzsekivel, szerintem egy tök menő kis szín most. Egyébként ezt most SS-ben, 36-os méretben vásároltam, és az ára pedig 4190, szerintem nagyon megérte, nagyon szeretem ezt a színt, van egy hasonló hátizsákom is, úgyhogy most valahogy ez a szín, én nem tudom, szeretem magamon ezt a színt, és egyébként is most ez szerintem nagyon menő, és az anyaga is ilyen kis vékonykás, de közben mégsem az a nagyon átlátszó, szóval nagyon tetszik, és igen, ilyen kis bordázott, azt még szerintem látjátok, és a V-nyakú, ez is még egy info róla. Elég hosszú különben, szóval ilyen
hát bokáig ér nekem, de nem mondom őszintén, hogy nekem ez most tetszik. Aztán egy nagy szerzeményem, amire már régóta vágyom, egy normális bőrcseki, ugyanis nekem, hát van egy, ami azt hiszem, hogy még nem tudom, ilyen 10 éves, és azt már tényleg teljesen széthortam, elkezdett lemállani a nyakánál, és úgy döntöttem, hogy ezt kidobom, és veszek egy újat, ezt pedig a Bershkából szereztem be. Semmi extra, igazából ez egy sima bőrcseki, M-es méretben választottam, először S-eset akartam, de felvettem, és ilyen elég szűknek éreztem, szóval, hogyha mondjuk egy picit vastagabb pulcsit, vagy valamit fel szeretnék alá venni, akkor az talán feszült volna, és kényelmetlen lenne. Egyébként egy S-es bőrcseki, egy ilyen mustársárga van a Bershkából, és az is kicsit kicsi lett, vagy hát S-es, de olyan éppen, hogy olyan picit még úgy nem annyira lehet jól nyúlni benne úgy a dolgokért, szóval egy kicsit szűk az S-es ezekből, de ez ember szerintem tök jó lesz. Nincsen benne öv, amit sajnálok egyébként, mert a mustársárgában van. Mindegy, szerintem ez így is tök jó, az öv egyébként is csak zavart volna. Ilyen kis karika van a cipzáron, és az ára pedig 8995 forint, ami szerintem egy ilyen jó kis bőrcsekiért nem sok. Két oldalán van egy-egy zseb, és itt pedig a vállánál ilyen kis díszecske. Szóval szerintem nagyon jó vétel volt. Elég sok méretben volt egyébként még az üzletben, szóval hogyha meg szeretnétek venni, akkor még biztos, hogy elérhető a Bershkában. Na, ugrok vissza a H&M-re, és az egyik szerzeményem még egy ilyen gyűrű szett. Hát ilyet is rég szerettem volna már, és látom ugye a külföldi divatfotókon, hogy most több divat, hogy ilyen mindenhova teszünk gyűrűt, és akár többet is, szóval látja összesen egyébként, nem is tudom hány darab van benne, ez 2, 4, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 darab gyűrű van benne, és a 22 gyűrű, vagyis ez a set került 3995 és 4000 forintba, ami szerintem teljesen megérte, és ugye nyilván ezeket a gyűrűket külön-külön is lehet hordani, és ami nekem nagyon fontos szempont volt, hogy ez XS-es, illetve S-es, de nekem mindig nagyok ezek a gyűrűk, szóval az F&F-ből, vagyis a Tesco-ból szoktam venni ilyen gyűrűket, viszont ezek mindig nagyok rám, szóval S-es a legkisebb ott, nem nagyon szoktam találni XS-eset, és tényleg tehát nagy rám, így lejár az ujjamról, szóval nem is tudom őket hordani, és amikor megláttam a H&M-ben, hogy van itt XS-es, hát egyből levettem, és kettő közül vaciláltam. Egyébként egy olyan szettet nézegettem még, ahol ilyen koralszínű kövek vannak így a legtöbb ilyen gyűrűben, vagy elég sokban, viszont ebben van egy ilyen köves, ami nekem egy picit jobban tetszik, nem tudom mennyire látjátok. Szóval aztán lehet, hogy meg fogom venni azt is, mert egyébként az is nagyon tetszett. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ezt mennyire fogom szeretni hordani, vagy hogy fogom-e hordani, vagy egyáltalán, vagy csak így fáradt fogok a negyedikre, max meg ide. Hát nagyon kíváncsi vagyok, de szerintem teljesen megérte 22 darab gyűrűért 4000 forintot fizetni, és elég sokféle van tényleg ilyen kimeríthetetlen a H&M-nek az ajánlata ezen a téren. Ami H&M-es, és már nagyon régóta vágytam rá, Veres Fanninál láttam, ezt a korrektor ecseket. Ez egyébként 1990 forint volt, és a Veres Fanni szinte mindenre csak ezt használja, akár rendes korrektorra, aztán a száját szokta azt hiszem ezzel kontúrozni, vagy így kijavítani a hibát. Egyébként is jó, hogyha van egy jó korrektor ecset. Amúgy is a H&M általában nagyon jó sminkekben, nem vettem még tőlük semmilyen sminkterméket, de szerintem a jövőben fogok, ugyanis most klubtag lettem, regisztráltam, és
És egyébként most a H&M-nek, nem, most már régóta van olyan lehetőség náluk, hogy textileket lehet bevinni hozzájuk, és cserébe 500 forintos kupont adnak zacskónként, hogyha bármilyen textil, szóval tulajdonképpen bármilyen rossz törölközőt, vagy szakadt törölközőt, vagy ágyneműt, vagy olyan ruhát, amit már nem használtok, és nem tudjátok eladni sem, azokat be lehet vinni a H&M-be, és zacskónként tehát 500 forint kedvezmény jár. Igen, kupon jár, amit fel lehet használni a vásárlásotoknál, a H&M-ben, úgyhogy ehhez kell egy klubtagság, a H&M applikációt letöltöttem én is, és egyből 15%-os kedvezményem lett, szóval le is vásároltam, mindjárt mutatom nektek, hogy mit vásároltam. Ezeket még nem abból, mert ezt még az előtti nap vásároltam, mielőtt bevittem volna ruhát, úgyhogy majd mindjárt meglátjátok, hogy mit vettem még. Na de visszatérve erre a kis korrektor ecsetre, szerintem ez nagyon-nagyon jó lesz, és tényleg elég sokat láttam a Fanninál, hogy ő nagyon szereti, úgyhogy is szek neki. Na, meg is mutatom nektek, hogy mi az, amit vettem egyből a 15%-os kedvezményemmel, és az 500 forintos kuponom egyikét fel is használtam. Hát, nézzétek, ez a csodacipő az. Szóval ő volna az, és hát én nagyon-nagyon régóta szeretnék egy cipőt, ami körömcipő, mégis kényelmes, nem túl magas a sarka, nem vágja a bokámat, a sarkamat, nekem nagyon gyorsan feltörik egyébként a cipők a lábamat, úgyhogy nagyon megörültem ennek. 3500 forint volt, tehát először is szerintem már ennyiért is megérte volna. Viszont, mivel volt 15% kedvezményem és 500 forintos kuponom, ezért 2550 forintért vásároltam meg ezt a csoda cipőt 37-es méretben. Én imádom ezt az ezüst színt, nem túl magas a sarka, nem túl alacsony, pont elegáns, pont kényelmes. Ahogy felvettem, így egyből éreztem, hogy ez lesz a cipő, ami tényleg elegáns, úgyhogy ilyet feketében is el tudnék képzelni, úgyhogy lehet, hogy vissza fogok menni a H&M-be, hát ha van a feketében is, mert akkor ott nem láttam, de tényleg nagyon megértett. 2500 forintért egy H&M-es ezüst cipő, szerintem ez most nekem így a top vásárlásaim egyike volt szerintem így az elmúlt időszakban, és úgy látom, hogy rá fogok szokni a H&M-re egyébként is, mert nagyon jó cuccaik vannak, jó minőségben, jó kiegészítőik vannak, jó fehér neműik, szóval még hogyha csak ruhákról, táskákról, cipőkről nem is beszélek, szóval, ja, és persze a sminkekről sem, úgyhogy szerintem a H&M-ben most elég sokat fogok vásárolni. Jártam a Rossmannban is tegnap, amikor megvettem ezt a csodaszép cipőt, ott két dolgot vásároltam, ezt a Maxi Definition szempillaspirált, mert kezd elfogyni a szempillaspirál tartalékom. Ja. Szóval nem nagyon vannak szempillaspiráljai, igazából egy eszences false lashes szempillaspirálom van, még az is kifogyóban, úgyhogy erről is sok jót hallottam youtubereknél, úgyhogy én is kipróbálom, persze Teres Fanninál is hallottam jókat. Egyébként is a Rivel Loves Me termékek nagyon feljöttek, és egyre többen áradoznak róla, hogy mennyire fantasztikus termékeket csinálnak, és ezt én is abszolút alá tudom támasztani, minden, amit tőlük vettem, hibátlan. Szemöldök pomádéjukat imádom. Mi van még tőlük nekem? Szerintem van rúzsom is, és egyre több mindenem lesz szerintem, mert nagyon tényleg nevetségesen olcsó, talán ez egyik legolcsóbb a Rossmannban, ugye ilyen essence kategória, vagy még olcsóbb, nem tudom, de hogy tényleg ez is ilyen 900 forint volt, és általában nagyon-nagyon jó, és azt ígéri egyébként, hogy elválasztja és definiálja a szempillákat, minden egyes szempillát, még a legkisebbeket is a teljes hosszon definiálja, úgyhogy meglátjuk. Aztán még Rossmann, ez a Lovely-nak a Lippy Lips Matte Lip Tintje. Igen, és nézem, hogy melyik árnyalatot vettem meg végül. Hát, hogy nincs rajta.
nem tudom, én ott amelyik megtetszett igazából, így levettem a polcról. Jaj. Ez egy ilyen picit ilyen barnásabb tónus, de közben mégis van egy rózsás beütése. Állítólag, szintén youtubernél láttam, állítólag ez is ilyen lerobbanthatatlan. Próbálok keresni a Superstay Matte Ink helyett valami alternatívát, olcsóbb alternatívákat, amik szintén olyan tartósak, mert szeretnék most egyre több színt beszerezni ezekből a rúzsokból, jön a nyár, jönnek a színházi előadások, és nekünk nagyon fontos az, hogy tényleg lerobbanthatatlan legyen a rúzs, izzadunk, minden, szóval bombabiztos rúzsok kellenek, nem elegendőek sajnos a sima, olyan folyékony rúzsok, amik kenődnek például. Én az Ardent nagyon szerettem, viszont az nekem kenődött, nem volt elég tartós. Egyelőre ez a Superstay Matte Ink az, ami jó. Viszont az egy picit szárít és elég drága, úgyhogy keresem az alternatívákat erre. Hogyha van valami jó folyékony rúzsotok, amit szerettek és ajánlanátok nekem, akkor mindenképpen írjátok meg a kommentben. És elérkeztünk az utolsó termékhez, ha minden igaz. Az is egy elég jó deal volt, ugyanis a Deichmannból szereztem be az utolsó terméket. Szerettem volna egyébként egy félcipőt, de a H&M-ből, de ott nem volt, nem találtam. És szerettem volna már régen egy fehér cipőt, ami nem olyan vaskos, mint a fila cipőm, hanem egy picit ilyen tavaszias, de mégis szerettem volna, ha van egy kis talpa, szóval rátaláltam a csoda cipőre. Na, hát nézzétek, erről lenne szó. Igaz, milyen szép, jaj, olyan szép. Mindjárt mutatom nektek. Itt van rajta egy ilyen kis szivárványos csík, kettő ilyen csík, és a hátulján is van egy ilyen. Nem ragaszkodtam hozzá, sőt, először nem is tetszett, hogy legyen itt hátul valami szín, hanem fehéret szerettem volna, de nem volt olyan, illetve ettől is picit megijedtem, hogy mi van, hogyha ez le fog jönni, le fog kopni, vagy ilyen gagyi lesz már, hogyha nem lesz ott, de úgy döntöttem, hogy mivel le volt árazva 9000 forintról 6290 forintra, tehát 30% kedvezmény, elég sok cipőre van egyébként most a Deichmannban, úgy döntöttem, hogy annyit meg fog érni nekem, ez egy 37-es méret, és egyébként a Deichmannos cipőknek a minősége általában jó szokott lenni, szóval nem ilyen kínai gagyi, szóval ezek bírják az iramot, reméljük, és az is persze pluszpont volt, hogy a mellettem próbáló lány is szintén ilyet próbált, összeverkodtam vele, ő is megvette, én is megvettem, úgyhogy hát ugye mindig, hogyha más is vesz, akkor persze én is veszek, ilyen ez, de egyébként tényleg akartam egy ilyen cipőt, és tök jó, hogy nem az a lapos, hanem van egy picit talpa, szóval mégsem ilyen túl lapos az egész, nagyon boldog vagyok vele, és remélem, hogy nem fog lejönni ez. Ennyi is lett volna ez a videó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, remélem tetszettek a termékek, nem tudom, hogy mennyire szeretitek ezeket a típusú videókat, de szerintem nagyon, én imádom ezeket nézni, úgyhogy mindig így összegyűjtöm a kis szobámban azokat, amiket beszereztem, hát titeket is érdekel, írjátok meg kommentben, hogy melyik termék tetszett ezek közül nektek a legjobban, iratkozzatok fel a csatornámra, kövessetek Instagramon is, és TikTokon is, találkozunk legközelebb, sziasztok!